Gyerekek, nem hiszem el, ilyet még az elmúlt 4 év alatt nem értem. Egy nadrag nem jön rám, ez az egy nadrag jön rám, ami gyerekek, mióta megcsináltattam a... Mióta megcsináltattam a ízik gladiátoros képeket, gyerekek, 12 kiló jött fel. Na, jó Isten, megharratott engem. 12 kiló jött fel. Nézzed ma! Nem csak én vagyok kövér, hanem te is. Hála jó Istennek! Gyerekek, a izmaim lemeltek! Na, izma, ugyanígy nincsen se alasom, semmi. Nekem sincs. Én azt érzem, hogy ha most nem megyek el plasztikai műtétre, akkor én 2014-ben 200 kiló leszek. Ma nem tudom betartani a fogyókúrát, pedig nyáron milyen szép voltam. Visszanézem a képeket, ájulok magamon. Tiszta topmodell voltam, mára pedig egy trozsák lettem. Szomorú vagyok. Egy nadrag nem jó rám, az ingek csak szűkek rám. Nem bajnod, csak hízol fel, még a 25 kilót. Ugyanára gondoltam. Sőt, 60 kilót hízol. Most neked mi bajod van? Az a bajom, meg mindig lenézel engemet is, Beát is, hogy hogy nézünk ki, mint a tehenek. Na te meg legyél bika! Olyan 5 éves, 6 éves bika, aminek ilyen szárna van-e, meg így ilyen nagy fala van-e. Most csak így bűn lennie. Na te meg olyan legyél. Szép, ez jó kiválasztó. A tehenek között legyen egy pika is. Szerintem 40 felé van, hogy nem ezzel kéne foglalkozni, hogy ő hogy néz ki, meg máshogy néz ki, hanem azzal kéne foglalkozni, hogy példás családapként tudjon működni. Lehet. Ha nem is példás, de legalábbis közepes. A Péle Hát Zsolti, mi lett fent Pestre? Te apad, mi még Pestre? Most olyan tudja, ne engem kérdezni. Gyere be, Aranyka! Te leszel a győzítes férjemnek az ajándéka. Gyere! Viktor, gyere Viktoron! Jobban hallgatok. Jó van, gyere, megyünk. Gógyú, ez az, de jó. Jó van, akkor nagyon jó barany leszel, ugye? Figyelj, Szézeram! Viktor! Nagyon jó barany legyen, úgy. Egy győzőre hallgassa. Néha sokat kiabál, de nem probléma, majd megszokod. Jó? Na gyere, menjél. Meg a lányokkal játszok. Ez az én ajándékom, győzőkének. A győzikének, ez az. Itt fogol lakni. Na figyelj ide! Itt fogol lakni majd bente, jó? Oké, okay? Viktorka. Viktorom, itt fogsz lakni. Ez az a te otthonod. Na, nézzél szét itt. Gyere, psz, gyere. Ez az, jó van. De jó barom voltam mindig, az is maradsz, nézzél szét ott. Ez az, jó van barom. Jó, ez lesz a haverod majd, ez bolond kutyám, ez van bolond, mint győző. Látod? Na, figyelsz ide rám, gyere, jó van, jó, jó van, akkor barika, psz, gyere, gyere, gyere. Mi a kutya ugye? Olyan csak, hallottam már. Kutya. Hallottam? Hát, elmegyünk. Gyere, nagyon nagy meglepetést teszel Győzinek. Gyere. Gyere! Jó, van Viktor, nincs semmi baj. Hát, ez sajtok van. Mit hallasz? Mondom, hogy én is hallottam. Süket vagyok. Én nem hallok semmi. Én is ütettük, nem hallok semmi. Fogyatékos. A testemek se érne. Gyerekek, hallgassatok vagy itt. Mária, menj sárkány, meregetok ma! Semmi. Hűtő lehet az, nem a hűtőpattó? Gyere! Jó van ma, gyere! Gyere, gyere, gyere! Gyere! Jó lesz, hogy gyere, hogy gyere! Gyere, ma! Nem lesz semmi van! Úgy, úgy! Ez az! Itt állj meg, Viktor! Viktor, állj meg! Gyerekek, hallgassatok ma! Én mondtam neked, én ki nem megyek egyedül! A kutya ugat, én sem megyek, kell múltkor kimentem egyedül Guzsajka voltam! Rántam adott Guzsajka, én ki nem megyek egyedül! Jaj, Guzsajka attól meg ilyet! Ha megérte még Guzsajka attól, nekem jön! Nem igaz, Rudi, az kicsit rémisztőbb azért, amikor jön. Ha Guzsajka is meg jött az asszon, ki az, akinek sok gyereki van? Kunya! Kunya is! Rántam adott! Ha én nem megyek ki, hol a kofforló? Hol a kofforló? Jó, vagy van esik így a csatok, ma sikint kosszom! Na, én kimegyek, ezt ütöm le, valaki azt! Én mondjam, a hallgások előszó, hogy mi az? Ha reggelit hallgathatsz én! Na ilyenkor lenne jó, hogyha nem dobtak volna a vasprit. Egyezek bele, hogy gyerekek, ezek a hangok, ez nem a kutyai csak. Én egy ilyen félős típus vagyok, viszont babonás is, én azt hittem, hogy valami boszorkaság, vagy megint kinyílik a konyhaszekrény, valaki a lépcsőn leszalad, és nem látom. Ne siess, sikorja! Mennyi hozzad, hogy pohar vizet, forró vizet?
Menjünk hozzá egy pohár vizet, ám, csajé! Jaj! Azt a mindenit gyűlösszé! Ki vagy? Marja szépen, az ajtól! Menjetek! Menjetek már vissza! Menjetek már vissza! Ki vagy? Most nem, Szilvi, kinyitja meg! Halomra! Jaj! 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 Az Isten itt neki! Mit gondoltok, gyere? Jaj! Mit gondoltok így? Ez kicsoda! Jó van! Jó estét kívánok! Hallom, hogy vannak itt gyerekek! Kacsa! Vannak itt gyerekek! Ezt az urházának hoztam! Ezt ütöttem meg! Ezt mit ki? Így jöttem! Megszállít! Ezt szerencsét hoz nekünk! Odebla Mári, hadd te vár! Odebla Mári, te kiakítsz! Mit gondolsz, te mit javasz? Hogy néz volna össze magát a barány, ez a csóri barányunk, ennyi kiabalást, mint az végighallgatott. Hát ez nem mindennapos, ember nem bírja ki azt, amit Győzi, Bea, meg Szilvi leordított. Nem szégyeli magad, minden tiszta liszt le. Ha ne nézz, így nézel, te mindig bolond vagy, megérted az ember. Ilyenkor megérted az embert, hát normális, hogy azt mondta az egyenek, hogy Pestre vagy fogorvosnál. Szólhattam volna, hogy jönni fogsz. De miért kell, hogy nektek akartam meglepetés? Nekem mi okozva te meglepetés? Mindig írom kell kiabálni. Akkor kire kiabálni? Szólhattam volna, hogy fogok jönni, mint illa. Ez a sok liszt rajta, ez hát ezt én nem így hoztam a lisztet. Ne így söpörd Mahler róla a lisztet, nyájam ki neki a szintjét. Nem mindegy, ma nézd meg, mi van itt te. Hát nem most söpörd Mahler. Mi volt a szerepe? Mi volt a szerepe? Azt már múltkor is bejöttél a guzsájka, jössz rántalmadott, mondom, szembeöntöm őt. Mi jót akartam nektek. Te mit akartál? Hoztam ajándékot neki. Na, tényleg már ez a télapó. Te száz éves lesz. Messzi nőjön ilyenkor a gumicsizma. Messzi nőjött ez a télapó. Milyen jön ilyenkor a gumicsizma? Messzi nőjött ez a télapó. Mi ma ez a télapó kaphat is. Én úgy tudom, ez a Bea. Kölgök is. Messzi nőjöttem. Se te, se rú, se pálinka. Én úgy tudom, hogy ez a rasszon neked mindig főz. Hol süt? Hol főz? Hol rántásokat csinál? Hol átkozódik télapó bácsi? Hol az udarra télapó? Biztos megérdemli? Én ezt hoztam be annak. Köszönöm. Ez igazi Mikulás virág. Köszönöm télapó bácsi. Igazi Mikulás virág. De van itt még probléma. Én úgy tudom. Tiszta lisztez is. Az, hogy nekem is hozott virágot, ez nagyon, nagyon meglepett engem, mert nekem Zsolti szerintem mióta Győző feleség vagyok, nem vett még semmit. Kettesre felel történelem. Na, kettesbe? Igen. Tessék idálni? Meg minden éjszaka 11 órakor mit vagyunk mévünk fel? Tessék elmondani. Sorozatunk. Sorozatod? Azért kettes a dolgozat, mert nem kialudva. Így, ahogy mondja Mikor. Na, gyerek ő még. A szülők megengedik neki, osztak probléma. Milyen igazam van? És itt a pont, Mikulás bácsinál van a pont. No kérem, ez a lány, hagyd kapjon egy kis csokoládé. Ha nincs virgás. Na de várjunk még ebben a csokoládéval. Éjszaka le kell rendesen időbe aludni, mint a Nikolasz gyerek. Hát majd verset mondjam a télapó bácsinak, no? Virág vagyok, az cső. Az nagy vers. Jöjjön, ennyi kérem, az a gyerek is a... Na meg a Izinek a fia, Kulalónak a fia. Ismeri Kulaló télapó? Mikulás bácsi, ennek az apukája egy... Lúzer! No, nem az ízében. Egy pásztor! Maga tud-e valami kívánja, kérem? Tessék odaállni! Jó! Tudunk-e verset mondani? Ez szép, mint nem. Nem? De tud. És a iskolában maga jó viselkedik? Jó. Hármason vannak. Ja. Teljesen jó. Nagyon kedves dolog volt Zsoltól, hogy ajándékot hozott, tényleg, meg hogy így meglepett minket, de most az a baj, nem szó. És most így váratlanul, mert tényleg felkészültünk volna, énekeltünk volna neki, vagy valami, de hát így... Gyertek, Győző! Hoztam én egy ajándékot, Győző. Milyen ajándékot hozta? Itt van. Ez jó. Fogadjátok sok szeretettel! Nekem most mi ezzel mit csinálunk, mikor... Ez a Viktor! Milyen Viktor? De nekünk van Bazsi a kutya! Ez a Viktor! A Bazsit! A Bazsit! Itt van Bazsi, hát a Bazsit meg kizártam! Győző, belengedjen! De nem veszi meg Bazsit! Bazsit, belengedjen! Győző! Nem veszi meg Bazsit! Vigyak! Nem veszi meg Bazsit! Ha támadja, hülye van! Ha mondom, hogy nem támadja meg Bazsit, jó! Hát nehogy, gyere ide Bazsit, ide gyere! Mit csinálta te? Hülye, ha minek engedtem be ide? Hát nem megy neki Bazsit! Bazsit jó neve! Bazsit, ott maradsz!
Semmi baj. Az a nagy kutya széttérte volna. Semmi baj, nyugi. De hülye! Hát jó, van már szét kutya van! Pasi! Menjünk! Pasi! 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 Itt hagyom az egészet, én jót akarok nektek! Itt van a cuccotok! Te jót akarok! Ezt figyeld el! Te jót akarok nektek! Hát a én kutyámot meg ne balancsát ma! Érezd a balancsát! De mit gondolsz magadból te? A legjobb balancsát te! Ráengedted a kutya? Hogy nézel ki? Hogy nézek ki az ezem szép munkakövetek? Lisztel öntötök le? A szemöldöke is olyan. Elmondhatom? Na, add ma ide! Kiengedted a kutyat? Beengedted a barony? Hát azért csináltam, hogy ne találkozzon! Hát igaza van, amikor jöttem, azt kiengedtem, mert bejöttem! Én beengedtem a kutyat a barony! De hoztál nekünk barony, és akkor a kutyával mi van? Az kint fog lenni? Hát nekünk kutya van! Hát nézd, mit csinálta a kutyával! Gyere! Oh, be van madrúdva a kutya gyerekek, rendesen! Madrúdva, jó van, semmi Győző, kérdezhetek valamit? Nem! Ez a kutya mikor volt lán kutyával? Semmi baj. Győző! Ennek az volt a baja, Bea, azt hitte, hogy ez lán kutya. Azt hitte, persze! Hogy ne hitte, jó? Hát ilyet! Hát nála tudja, Győző! Nem vagy komoly ember! Nem vagy komoly ember! A télapónak mióta van mobilja? Nyomja ma ki! Ezen kapom a ízi információt, mert vannak a rossz gyerekek! Gyere ide, Balú, gyere ide, apuhoje! Balú, majd én mennyi bevejen, gyere, Balú! Semmi baj, Balú! Teljesen jó szándékkal mentem oda. Alig bírtam átvinni a bárányt, megmagyaráztam a báránynak, jó helyre megyünk. Ők meg az egészet elrontottak nekem. Ez nem volt korrekt, se Győzőtől, se Bejától, se az egész családjától. Nem volt szép. De hát te tisztában vagy ezzel, hogy nekünk ilyen vattok? Hát én nem tudom, milyen felnőttek vattok. Hát akkor minek hozta a bárányt? Milyen felnőttek vattok ti? Gyerekek, az egyik okosabb, mint a másik. Hát én jól csináltam, kiengedtem a másikot, abban meg bejöttem. Erre felül meg beengedtem, hogy jött a bárányra. Jó, és akkor aki az úton megy? Akkor azt mit csinál a megkarapási az úton? Csinálsz nekünk meg. Beszéltem a kutyával, hogy az úton ez is közlekedjen, ja, meg a szélén menjen. Állítom a beszéd is a kutyával. Mondtam neki, a körforgalomba ír, abba is menjen be. Na, akkor most mondok neki egy körforgalmat. Állj! Úristen! Állj! Te mégy haza, mi meg feltakarítsuk a lisztet, és legközelebb ilyen szórakozást, hogy te kopog. Többet hozzon, be se jövök. Ne is jelen. Köszi! Enni nem a bőrömet nem okozom meg. Köszi! Kutyátok, ne legyetek boldogok! Boldogok is lesz! Köszi! Nem cuki vagy! Nagyon cuki! Boldog karácsony mindenkinek! Boldog karácsony! Boldog karácsony!